Lőrinc László Örök visszatérés. A hosszú szafari. Elolvassa Stankovics Ágnes. Julcsinak és Marcinak. Örök visszatérés. Glenn Scott első osztályú űrhajós megvárta, amíg az ápolónővér mögött becsukódik az ajtó. Akkor kipattant az ágyból és a szekrényhez ugrott. Tudta, hogy nincsen vesztegetni való ideje, hiszen az éjszakás kisasszony minimum tíz percenként bekapcsolja az ellenőrző kamerákat, hogy végigpásztázza vele az ágyakat. Tíz perce maradt hát a menekülésre. Óvatosan kinyitotta a piszkos fehér színűre mázolt kórházi szekrény ajtaját, és halk káromkodás morzsol szét a fogai között. Az üresen himbálódzó fogások mellett csak egyetlen ruha lógott, a vörös hajú őrülté, aki most is rezzenéstelen arccal, nyitott szemmel bámulta a szoba mennyezetét. Glenscottnak most is, mint már annyiszor odafenn, vagy oda lenn a végtelen tereken, másodpercek tölt része alatt kellett döntenie. És ő döntött is. Igazán sajnálom, öregem, morogta a vörös hajú felé, akinek a szája széle gúnyosan megrándult, mintha csak megértette volna Scott mormogását. Aztán elhalt a rándulás ajkai mentén, és továbbra is feszült érdeklődéssel figyelte a plafon repedéseit. Glenscott úgy találta, hogy túlságosan nagy neki az őrült ruhája. A kabát újja legalább tíz centivel volt hosszabb, mint kellett volna, a nadrágról nem is beszélve. Most azonban mindenre volt ideje, csak választékos öltözködésre nem. Felcibálta magára a divatja öltönyt, miközben a tudat alattiát megütötte, hogy ilyen régi szabású ruhát utoljára talán 15 húsz évvel ezelőtt látott. Nem volt ideje azonban, hogy alaposabban rácsodálkozzék a dologra, odaugrott az ablakhoz, kinyitotta és gyors mozdulattal kiemelte a rácsot, amelyet az elmúlt napok során kemény munkával lazított meg. Éppen lefektette a földre, és már az egyik lábát át is tette a párkányon, amikor hátulról valaki megragadta a vállát. Az űrhajós mozdulatlannál merevedett, majd óvatosan hátrafordította a fejét. A vörös hajú állt mögötte, s annyira szorította a vállát, hogy szinte elhalt a karjában a vérkeringés. – Egyen meg a fene téged is! – káromkorott az űrhajós, és óvatosan megpróbálta kiszabadítani a vállát. – Mi a fene ütött beléd? – sziszegte a vörös hajú óriásra, aki kimerett szemekkel a esti égen feltűnedező csillagokat nézte, és az csutkája fel-le járt, mintha csak kortyolna valamit. Keze meglazult az űrhajós vállán, homlokán apró verejték cseppek gyöngyöztek. Ott, ott a tau ceti! Tört ki belőle a szaggatott, ugatásszerű hang. Vigyázz, Nelson, vigyázz, Nel! Majd minden átmenet nélkül sírni kezdett. Ugye megmondtam, Nel, úristen, a reaktor! Vigyázzatok, fiúk, támadnak a dögök! és halkzokogással az ablakkeretnek támaszkodott. Isten ágyon pajtás, mondta sajnálkozva Glenn. Aztán kiterjesztette karjait, mint egy óriási modár a szárnyát, és anélkül, hogy hátra nézett volna, hosszú fogság fogsága színhelyére. Kirepült az ablakon. Átszállt az ablak alá ültetett csenevész tujabokrok fölött, és halk huppanással beesett a kertbe. Érezte, hogy a rongyos kórházi tornacipő telefolyik puha ragacsos földdel, mely néhány lépés után sikamlós gilisztákát gyúródott ujjai között. Néhány ugrással elérte a kerítést, és könnyedén keresztül mászott rajta. Az esti órákban szinte senki sem járt az utcákon, valahonnan a kórház túlsó vége felől hallaszott csak vidám felszabadult nevetés. Húsz-harminc lépés után annyira kifulladt, hogy a vaskerítésnek kellett támaszkodnia. A vastag Vatelinnel bélelt kabáton keresztül is érezte a vaselemek hidegségét, és liba élet érintésüktől a bőre. Halkan lihegett és igyekezett csillapítani szívének vaddobogását. Talán akkor fulladt ki utoljára ennyire, amikor a BMX -E objektumon idáig jutott gondolatban, amikor egy rendőr fordult be a sarkon. Hanyagon lóbált a kezében a sugárpisztolyt, és szemmel láthatóan meghökkent, amikor a kerítésnek támaszkodó űrhajóst megpillantotta. Fiatal, huszas éveinek elején járó férfi volt, alig kellő tapasztalat hiány, mert egyre gyanakvóbb tekintettel méregette lent, miközben előre lendítette sugárpisztolyát. Lassú oldalazó léptekkel közelítette meg a szökevényt, és szinte félénkkel rámosolygott. – Hello! – Hello, mondta Glenn, érezve, hogy jeges nyugalom szállja meg, és szíve visszatér a normális ritmushoz. A rendőr egészen közel lépett hozzá, és arcába bámult. Az űrhajós órát megcsapta a lehellete, amely valamilyen réges-rég elfeledett fokrémre emlékeztette. Milyen is a fene vigye el? A rendőr egyszerre meglepetten tántorodott hátra. Glenn, öreg fiú, ó, hogy a fene vigye el maga az! Én meg már azt hittem, tudj Isten, kit nem fogtam. Glenn kényszeredetten elmosolyodott. Én vagyok, izé, hát jó estét. A rendőr most már láthatóan élvezte a helyzetet. Na hát, de árulj el végre, mi az ördögöt keresi? Csak nincsen rosszul. Nem, nem, dehogy. Szabadkozott az űrhajós, és lázasan törte a fejét. Honnan a pokolban ismeri ez a fiatal hekus? A rendőr, mintha csak a gondolataiban olvasott volna, barátságosan megveregette a vállát. Töri a fejét, mi, hogy honnan ismer? Hát, ami azt illeti, nem voltunk egészen józan állapotban, amikor a Hartmannnál összefutottunk. Hartman felügyelőnél futott ki a mondat Glenn száján. Rendőr egy pillanatra elcsodálkozott, majd vidám nevetésben tört ki. Hartman felügyelő, hát ez igazán jó. Előbb leszek én a római pápa, mint Hartmanból felügyelő. Nem viszi a soha őrmesternél többre. Aki annyit piál, megáll az az őrmesteri rangnál, akár csak én, nem igaz? Glenn Scott első osztályú űrhajós ismét érezte, hogy a verejték cseppek kiülnek a homlokára hiszen Hartmann felügyelő már vagy évtizede egyetlen cseppet sem iszik, mióta a mágyuladás megtámadta, akkor meg... De már kérdeztem egyszer, hogy mi az ördögöt keresít, Glenpajtás. Úgy néz ki, hogy az ember megijed magától, ez a ruha is. Nem mint hatósági kördek kérdezem magától, de mi az Úristen történt magával? Glenn Scott néhány másodpercig komolyan mérlegelte, hogy mindent elmond a fiatal rendőrnek. Aztán szerencsére meggondolta magát. Biztos volt benne, hogy hamarosan újra a diliházban találná magát, csak hogy most már sokkal vastagabb rácsok mögött. Hát, mondta majd igyekezett sandán mosolyogni. Tudja tartani a száját, izé. Baker, mondta a rendőr. Baker pajtás. Nő van a dologban? Milyen dologban nincs nő? A rendőr ajkai elé emelte az ujját. Akkor nem kérdeztem semmit, pajtás, de biztos, hogy jól érzi magát, nincsen szükséges segítségre. Ugyan. Kibírtam én már, és akkor úgy megtántorodott, hogy beleesett a hekus ölébe. A rendőr megtámasztotta a vállát, és korholóan mormogta. Nincs ugyan jogom sokat pofázni, mert én is megiszom a magamét, de tudja, maguknál, űrhajósoknál egészen más az ábra. Az életben nem kapja meg az első osztályú csillagot, ha... Ebben a pillanatban megszólalt a rendőr oldalán a rádió. Béker, béker, feleljen, béker! A rendőr gyorsan elengedte Scottot, és rádiója után kapott. Itt Baker? Mi van? Menjen azonnal a napváros sarkára, érti? Azonnal. Valami morhák neki mentek a... Itt Baker az a helyzet, hogy... Nem hallotta a parancsot? Azonnal menjen a napváros sarkára. Értettem, mondta Baker, és bűntudatosan Glenre pislantott. Itt kell, hogy hagyjam pajtás, valami balhé van a napvárosnál. Ha újra rosszul lenne, kapaszkodjon csak a kerítésbe. Amint tehetem, visszajövök. Addig csak tartson ki, űrhajós. Na, viszlát! Viszlát! Glenscott megvárta, amíg a rendőr léptei elhalkulnak a házak mögött. Akkor erőt vett magán, és egyenes, határozott léptekkel elindult ő is a sarok felé. Mivel egyetlen pénzdarabot sem találta vörös hajú zsebében, tudta, hogy gyalog kell átvágnia a belvároson. Pénz nélkül nem kérezkedhet taxiba, még akkor sem, ha verától kérhetne. Vera. Jézus úristen, Vera, de hát van-e egyáltalán Vera? Mintha megsokszorozta volna erejét a megválaszolatlan kérdések sora, és a feléje áradó hűs éjszakai levegő, hatalmas léptekkel vágott át a belvároson. Nyomát sem érezte már a szédülésnek vagy szívdobogásnak. A régi glenszkot száguldott át a városon, anélkül, hogy a fejét felemelte volna. Gondolataiba merülve kerülgette az utcasarkokat, így aztán csak akkor rezzent föl kábulatából, amikor a vörös törpe sugárút végére ért, ahol az új lakótelep kezdődött, amelyben akkor kaptak lakást, amikor Vera Esztert várta. Valahogy úgy tűnt, mintha a vörös törpe sugárút keskenyebb volna, mint máskor, s a neonfények és a lézerreklámok is halványabbak lettek volna. De ezeket is csak tudat alatti a érzékeltes, csak akkor nyerték el igaz a jelentőségüket, mikor jóval később, mint egy fél óra múlva a földön ült, és a félig élet búzakalászokat morzsolgatta az ujjai között. Akkor azonban még csak érezte, hogy a vörös törpe sugárút valahogyan keskenyebb a szokottnál, és a lézerreklámok fénye is tompább. Nagy lendülettel átfutott a sugárút túlsó oldalára, és várta, hogy szemébe süssenek a lakótelep fényei, amikor hirtelen megtorpant, kezét előre nyújtotta és belemarkolt a levegőbe. A lakótelep fényei helyett korom fekete sötétség nézett vele farkas szemet, és valahonnan messziről vagy tán nem is olyan messziről, félig érett búzatábla illatát hozta felé az északi szellő. Glenscott első osztályú űrhajós akkor rohanni kezdett. Kezét kinyújtotta, és csak rohant-rohant egészen addig, ameddig a derékig érő búzaszálak tömege körül nem ölelte, és lábára tekerőzve le nem rántotta a földre. Keserves dűvel ütötte a puha hantokat, és artikulálatlan hangon üvöltözött, szitta a fekete éjszakát, a világegyetemet és azt a hajnalt, amikor a fóka kettő elindult az ismeretlen szektor felé. Scott síralmas látványt nyújtott, amikor jó órával később visszafelé vánszorgott a vörös törpe sugárúton. Arcapiszkos fekete volt a rátapadt búzaföldtől, hajába félig érett kalászok ragadtak, és az óriási ruha úgy lógott rajta, mintha az űrhajósok farsangi bájára igyekezett volna bizar öltözékében. Erre az éjszakára, mintha kihalt volna a város, csak néha-néha húzott el az utca közepén egy-egy régi formájú, recsegő, ropogó villamos, és az űrhajós már nem is csodálkozott, hogy egyet sem lát azokból az új csodákból, amelyek egyike a repülőtérre vitte azon a hajnalon. A vörös törpe sugárút után gondolkoznia kellett, hogy merre menjen. A kidőlni készülő fakerítésre nem tudott visszaemlékezni, és az apró terecske közepén ágaskodó lovas szobor is régmúltat idézett. Mintha a gyermekkor csodabirodalmába álmodta volna vissza magát. Végig botorkált egy rövid macskakővel borított utcán, aztán egyszerre csak eszébe villant a szám. Igen, harminc három, hát persze. Egyszerre maga előtt látta Verát egy vidám hajnalon, spicesen a vállára dőlve, amint azt mondja, hogy milyen szerencséjük van a házszámmal, mert még ilyen állapotban sem lehet elfelejteni. Aztán csak ismét rájött a szédülés, amikor megpillantotta a számtáblát a kapu felett. Még a kalapács verte fekete folt is ott volt a sarkán, ami annak idején annyi fejtörést okozott neki. Ki az ördög vehette magának a fáradtságot, hogy létrát kerítsen, és is valami ismeretlen és kideríthetetlen okból Rávágjunk a számtáblájukra. Most azonban ott volt a kapu felett, a kapu szárnyak pedig tárva nyitva. Glenscott csuklójára nézett, de óra helyett csak sáros bőrét pillantotta meg, amint hátra csúszott róla a kabát új. Nem tudott visszaemlékezni rá, hogy a kórházban hagyta-e vagy pedig. S Glenscott első osztályú űrhajósra úgy rátört a rémület, hogy vacokni kezdett és remegni, mint a nyárfa levél. Szeméből könnyek szivárogtak, s a legszívesebben az égre ordította volna, hogy Úristen, mit tettél velem? Mit vétettem, hogy ezt tetted, és pont velem? Miért? Szerencsére azonban néma maradt, és így is botorkált fel a lépcsőn egészen az első emeletig, koszosan, fáradtan, remegve, mintha láz gyötörné. És egyre csak arra gondolt, hogy miféle szörnyűség várja, ha majd kinyitja az ajtót, és bepillant a szobába, ahol valahol Vera és Eszter, Istenem, mondta. Istenem, segíts! Aztán óvatosan megnyomta az ajtót. Az szárnyak kitárultak, s most sem kulcsa, semmi más eszköze nem volt, nem is volt rá szükség, mert nyitva volt minden. Az űrhajós keskeny előszobában találta magát, jobbra a fürdőszoba, balra a hálószoba, jobbra a fürdő, balra háló, és azon vette észre magát, hogy ezt a mondatot ismétli szünet nélkül, mintha imádságot mondana. A falon közvetlenül a fürdőszoba bejárat mellett vastag, sárga keretben, sötétre fakult reprodukció függött szinte láthatatlanul, de hogy mit ábrázolhatott, arra Scott már nem tudott visszaemlékezni. Érzett ugyan valami halvány vágyat, hogy közelebb menjen a képhez és megnézze, de úgy elenyészett benne a kívánság, mint gyorsan távolodó űrhajó a végtelen kékben. És Scott most is másodpercek tölt részei alatt döntött, bár lelkeméjén ott lapult az iszonyat és az ismeretlentől való páni félelem, lehúzta magáról a vörös hajú őrült ruháját, és a sarokba dobta. Aztán csendesen kinyitotta a fürdőszoba ajtaját, és belopakodott. Ahogy a meleg vízcsapot kinyitotta, felötlött benne a gondolat, hogy mi lesz, ha Vera felébred, vagy az a másik, akiről most már biztos volt, hogy ott kell feküdnie Vera mellett, betalálna jönni, de aztán lassanként megnyugodott. Tudta, hogy a találkozásnak előbb-utóbb be kell még pedig ezen az éjszakán, és igazán mindegy, hogy a fürdőkádban kerül el a sor, vagy vera ágyában. Amikor a kád megtelt meleg vízzel kényelmesen belefekült, behunyta a szemét, és megpróbált nem gondolni az elkövetkező percekre. Igyekezett átadni magát a víz szírogató simaságának, és szinte hallani vélte, hogyan pukkannak szét a habfürdő habjai vállanyomásától a fürdők át karimája alatt. Hamarosan megszabadult az elmúlt napok minden piszkától, az undorító kórházszaktól, a kórházi kert rothadó virághagymáinak illatától és a hajába akadt búzakalászoktól is. Elhatározta, hogy megborotválkozik, és csak ezután lép be a hálószobába. Tétovány kinyújtotta a kezét, hogy valahonnan a piperepolc alsó feléből elővegye lézerborotváját, de valami furcsa szerkezet akadt a kezébe. Szinte megbabonázva merett az özönvíz előtti ócska elektronikus borotvára, amelyen még kézzel kellett beállítani a bőr finomsági együtthatóját, a szakál angströmben mért hosszúságát és a fene tudja még milyen adatokat. Úristen morogta, ki a fene emlékszik még ezekre? s kétségbe esetten nyomogatta a gombokat, inkább ösztönösen, semmint emlékezetből. A borotválkozás azonban várakozása ellenére sikerült, és semmi nem gátolta már, hogy megtegye az utolsó lépést. Magára húzta szakadt kórházi pizsamáját, kilépett az előszobába, és egy pillanatra megtorpant a hálószoba ajtaj előtt. Csak ekkor, ebben az egyetlen pillanatban villant át az agyán a gondolat, hogy talán jobb lenne visszamenni a kórházba, nem szólni többé senkihez, és élni a betegek egyhangú, de biztonságos életét. Ki tudja, mi vár rá, ha kinyitja a hálószoba ajtaját. Mire idáig ért gondolataiban az ajtó, mintha csak magától tenni óvatos nyikkanással kinyílott, és Glenscott első osztályú űrhajós remegőt érdekel állt ver a hálószobájának küszöbén. A félig nyitott ablakon át kellemes éjszakai levegő és halvány holdfény lopakodott a szobába. A lágy léghuzat meglebentette a függönyöket, és Vera székkarfájára dobott hosszú sejem hálóingét. Glenn Scott szívét elszorította a keserűség, pontosan tudta, hiszen évtizedek alatt igazán volt ideje megtanulni, hogy Vera csak akkor veti le a hálóingét és hagyja a székkarfáján, ha előtte. Hülye vagy, szólalt meg benne egy hang. Kire vagy féltékeny, hiszen... Ekkor az ágyra tévedt a pillantása. Azt látta, amit várt, és mégis szinte emberfeletti erőfeszítéssel kellett meggátolnia, hogy fel ne a rémülettől, az iszonyattól, és talán az örömtől. A kettős ágy egyik felében barna hajú talán, ha húsz éves lány feküdt, hosszú haja, amely az hold alattomos sugaraiban inkább szőkés vörösnek látszott, koronaként terült szét a vánkoson. Arcai körül durcás mosoly látszott, az a jól ismert régi mosoly, amely az évek elmúlásával egyre keményebb és fenyegetőbb lett. Istenem! Glenskott tekintete akkor az ágy másik felére tévedt. A fiatal ember a hátán feküdt, mint akkoriban rendesen, csak később, amikor a csigolyája rendetlenkedni kezdett, tért át előbb a bal, majd a jobb oldali alvásra. Akkor azonban még nyugodtan feküdt a hátán, és a nem dohányzó fiatal férfiak mély, Nyugodt szuszogásával szedte a levegőt. Az űrhajós tanács állt a szoba közepén, és remegett az izgalomtól. Bőrét egyre kellemetlenebbül simogatta az éjszaka hűvöse, és amikor Vera nyugtalanul megmocant a takaró alatt, mintha félig kinyitotta volna a szemét, érezte, hogy azonnal cselekednie kell. Villám gyorsan ledobta magáról a pizsamát, és mesztelen testtel odaült az alvó ember mellé aztán kinyújtotta a karját, hogy megérintse az alvó fiatalembert. Glenn Scott első osztályú űrhajós ebben a másodpercben elvesztette kapcsolatát a világgal. Sárga fények villantak fel a szeme előtt, a szoba és az ágyak hintázni kezdtek. Az alvó fiatalember, mintha felemelkedett volna, és Scott nyaka köré fonta volna karjait. Aztán meg valami félelmetes szívó hatást érzett, mely ellenállhatatlanul húzta a fiatalember felé Érezte, hogy áttöri az alvó bőrét, és belehullik annak testébe, ellenállhatatlanul és véglegesen, mint az öngyilkos csillagok, amelyek magukba omlanak a belsejükben működő, rettenetes energiák hatására. Azután úgy tűnt, hogy elveszítette az eszméletét. Fel feltűntek ugyan valamiféle zavaros álomkép töredékek, meghigyezni azonban nem volt ideje őket mintha iszonyatos sebességgel haladó űrhajóból nézte volna az alatta elsuhanók bolygót. Csak kontúrokat látott, az alakok igazi lénye rejtve maradt előtte. Hajnalodott, mikor felébredt. Óvatosan megmozdította a karját, és elégedetten konstatálta, hogy a hátán fekszik. Gyorsan emelkedett, és csak akkor esett vissza megnyugodva a párnára, mikor meggyőződött róla, hogy az a másik nincs sehol. Csak Vera és ő van a szobában. Vera. Csak Vera. Scott felkönyökölt, az asszony felé fordult, és tágult orjukakkal szívta be az illatát, az álom illatát, a szerelem illatát. Felszeretett volna ordítani örömében, a félelemtől és a boldogságtól és a rettegéstől. Mi lesz ebből, Uramisten? Az asszony halkan felnyögött, Scott felé fordult, és mormogott valamit álmában. Ahogy elfordította testét, egészen a derekáig visszacsúszott róla a takaró, fedetlenül hagyva telt kemény melleit, amelyek jócskán megpuhultak Eszter után, de a formájukat igazán csak akkor vesztették el, amikor a vetélés miatt. Glenscott elhessegette magától a gondolatot, és vigyázva az asszony bőréhez ért. Talán túlságosan is óvatosan, hiszen még elevenen élt az emlékezetében az az éjszaka, az a másik, az a szívóhatás, amikor a karjához ért. Most azonban nem történt semmi hasonló, csak mintha Vera egy lehelegyit megrázkódott volna. Hát persze, mondta Glenn, hiszen hányszor mondta annak idején, hogy nem bírja ki következmények nélkül, ha hozzáérek. Hogy olyan vagyok neki, mint az áramütés. Később persze nem sok maradt belőle, még a rutinszerű szerelmek idején sem. Amikor pedig Eszter még egészen kicsi volt, ügyet sem vetett rá, simogathatta, ahol akarta. Glenn Scott óvatosan kitakarta az asszony testét, és megbabonázva nézte, mint a görög szobrokat szokta a múzeumban. És csak most értette meg igazából, micsoda ajándékot kapott az élettől verával. Hogy is tudta annak idején úgy eltékozolni. Lassan végighúzta tenyerét az asszony mellén, hasán, egészen a combja tövéig. Nyugodtan mozgó tenyere csak a lágypihékkel borított bőrt érintette. A császármetszés nyoma még nem volt sehol, és az a vékony vágásja a combján, amit a laboratóriumban kóborló, kusza lézer okozott. Glenskor simogatása nyomán az asszony teste összerándult, szája éppen csak, hogy kinyílt, és a nyíláson kivillant hófehér fogai vége. Ó, Glen, nyöszörögte, és az űrhajós látta, amint megmerevednek a melbimbói. Ó, Glenn, olyan dög vagy, hát már aludni sem hagysz. Turcásan gügyögő szavaival ellentétben azonban közelebb gurult a férfihoz, megkereste karjaival a nyakát, és szorosan hozzásimult. Glenscott Scott első osztályú űrhajós magához szorította felesége húsz éves testét, és olyan badul kezdte szeretni, hogy észre sem vette a könnyeket, amelyek végig az arcán. Az űrhajós arra ébredt, hogy Vera matat körülötte, anélkül, hogy megmozdult volna, rés nyire nyitotta a szemét, és elégedetten konstatálta, hogy a hajnali Vera hajladozik a szobában, aztán tűnődve megáll a szoba közepén, Rápillant, majd újra hajladozni kezd. Glenn akarata ellenére nagyot sóhajtott, ami éppen elég volt ahhoz, hogy leleplezze magát az asszony előtt. Ki az ágyból űrhajós, mondta vidáman az asszony anélkül, hogy ránézett volna. Még szerencs hogy vasárnap van. Aki legény hajnalban, az legyen legény reggel is. Na, felé. Szavain érződött, hogy egyáltalán nem gondolják komolyan, amit mond, inkább arra vár, hogy a másik ellenkezzék, és az egészből valami dévajkodó, ki tudja, mivel végződő vita keveredjék ki. Scott csodálkozva érezte, hogy Vera hajladozó testét látta, hogy ismét képes lenne megismételni a hajnali játékot, de az agyában működésbe lépett valami kellemetlen fékrendszer, és egyre csak arra kényszerítette, hogy gondolkozzék. Vajon valaha? Valamikor már megismétlődött ez az egész. Megtörténte már mindez, a hajnali láz, az esti hazatérés, a belehullás az ismeretlenbe, s ha megtörtént, vajon hányszor? Vera végre befejezte a hajlandozást, ami valamiféle reggeli tornát pótolhatott, lecsücsent a férfi mellé, és végigfuttatta a kezét az űrhajós mellén. Ide figyelj, Glenn! Mondta, miközben lehajolt, és csókot nyomockott orrára. Nyomatékosan kérlek, hogy csináltasd meg a lakás zárját, ha nem akarod, hogy elraboljanak. Az űrhajós megmerevedett. Hogyan? csak semmi izgalom nevetett Vera. Még meg vagyok, de viccen kívül, valaki járt az éjszaka a lakásunkban. Csak ugyan, nyögte bátortalanul Scott. És hogy nem mondhast, hogy képzelődöm, még tárgyi bizonyítékkal is rendelkezem. Na nézd csak ide! Ezzel lehajolt a földre, és meglengette Scott előtt a vöröshajú űrhajós, sártól fekete, koszos ruháját. Ezt találtam az előszobában. Valaki ajándékba hozta, és ha nem lennék biztos benne, hogy tőlünk az égvilágon, semmit sem lehet ellopni, hát most bizony nyugtalan lennék. Mi a fenét kereshetett ez a pasas alakásunkban? Fogalmam sincs. De ez még mind semmi. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy miben távozott. Képzeld, fürödni jött. Micsoda? Fürödni, ha mondom. Olyan a kár, mint a vol. Mintha valami malac volna benne. Csupa sár meg minden. Valami részeg marha összetévezhette a fürdőszobánkat a gőzfürdővel. Még szerencse, hogy nem feküdt mellém. Glenn Scott megborzongott. Biztosan hozott magával tiszta ruhát töprenget tovább az asszony. Scott óvatosan lepillantott az ágya mellé, és fel is fedezte a kórházi pizsamát, amint ott feküdt a szőnyek szélén összegyűrve. Felkönyökölt az ágyon, és látszólag meglepő a pizsamára mutatott. Hát, ez meg mi a fene? Bere odaugrott, és elhűlt arccal ragadta fel a szőnyegről. Az Isten itt mondta, és nagyot fújt a levegőbe. Még szerencse, hogy materialista vagyok. Különben azt hinném, hogy valami zsibárus szelleme kószál körülöttünk. Értette ezt? Scott lassan megcsóválta a fejét. Az asszony dühösen meglengette a feje felett a pizsamát. Akárki is, rajtunk aztán keresheti. Úgy lehajítom a szemét égetőbe, mint a sic. Dögöljön meg a gazdája és még mielőtt Scott egyetlen szót is szólhatott volna, megragadta a ruhákat és kiviharzott velük az ajtón. Glenn Scott, amikor meghallotta az ajtócsapódást, villám gyorsan kiugrott az ágyból és a fürdőszobába rohant. Pillantása végigfutott ugyan a fürdőkádon, amelyen fekete foltokat hagyott az éjszakai fürdőzés, de most egyáltalán nem ez érdekelte. Odaugrott a tükör elé, és belemeresztette a szemét. És a tükörből a húsz egy néhány éves glemszkott, éppen csak, hogy űrhajós nézett vissza reá hunyorogva, és mintha gúnyos mosoly bújkált volna a szája sarkában. Akkor leült a kát és kezébe temette arcát. És ott ült egészen addig, amíg a visszatérő vera mögött, be nem csapódott a bejárati ajtó. Néhány hónap al, ezelőtt már el sem tudta volna képzelni, hogy milyenek voltak azok a régi-régi vasárnapok, a reggelek a délelőttök. Most aztán törhette a fejét, hogy idő előtt ne leplezze le magát Vera előtt. Már is szinte komikusnak tűnt, hogy Vera mindegyre odaszaladt hozzá, átlagosan öt percenként átkarolta a nyakát és hozzádörzsölte a kebleit. Adj egy csókot, űrhajósom, dünnyögte, vagy inkább nyafogta olyan cicamica hangon, hogy Scottnak beleborsózott a háta. Jóságos úristen, hát így volt ez valamikor, kérdezgette magától meg akkor is, amikor szinte beleveszett Vera fullasztó ülelésébe. Együtt pucolták a vasárnapi ebédhez való krumplit, együtt szaggatták a levesben a nokedlit, és már ott tartottak, hogy leülnek ebédelni, amikor Glenscott úgy érezte, hogy rövidesen elpattan benne valami. Ha még öt percig nem győződhet meg a kétségtelen igazságról, ha nem bizonyosodhat meg róla, hogy nem álmodta-e az egészet, alig ha nem beleőrül. Így is elképzelhetetlen erőfeszítésébe került beszélgetnie és csókolóznia a verával, eligazodni az ismeretlen konyhában, az özönvíz előtti konyhaeszközök között.